Ha valaki követi a számokat, ha figyeli, hogy hogyan alakul Magyarország agrár-élelmiszergazdasági exportja, akkor a következőt tapasztalja. 2010 óta évente közel 1 milliárd euróval nőtt az export árbevételünk. A magyar agrár-élelmiszergazdasági exportunk meghaladja a 8,1 milliárd eurót. Tehát kiváló adottságokkal rendelkezünk. Nyilván a többlethozamok érdekében ki kell alakítani a határinfrastruktúráját. A többlethozamok érdekében a vízgazdálkodással kapcsolatban, ugye most van vita alatt, illetve most kerül elfogadásra a vízstratégia, tehát a vízkormányzás, a vízzel való gazdálkodás az, ami a hozamokat meghatározza, a biztonságos termelés alapjait megteremti. Tehát az agrár-élelmiszergazdaság ez kitörési pont, ami a vidéki életminőség javításában meghatározó, a vidéken való megtartását az embereknek garantálja, munkahelyeket teremt, tehát meggyőződésem, hogy ez az az ágazat, amelyik úgy képes megújulni, hogy különösen nagy investíciót nem igényel. Abban az értelemben nem igényel, hogy a termőföldnél nincs amortizáció. Ha a termőföldet szakszerűen használjuk, műveljük, akkor az érték többletet ad. Ha megfelelő tápanyaggazdálkodást garantáljuk, akkor az minden évben képes megújulni és nagyobb hozamokat biztosítani. Tehát ez igenis kitörési pont, és ennek érdekében a kormány mindent megtesz. A következő 7 éves periódusban az Európai Unió támogatási rendszerének tekintetében jó helyzetben vagyunk, mert 15%-a a támogatásoknak az a hányada, amelyiket termeléshez kötötten fel lehet használni. Egyébként most készül a következő 7 éves tervre vonatkozóan Magyarország programja, hogy milyen célokra kívánja nagyrészt hasznosítani, felhasználni az uniós forrásokat. Meggyőződésem, hogy ez a program az elkövetkező időszakban nagy mértékben segíti a precíziós növénytermesztést, az ok és szakszerű gazdálkodást, a korszerű fajták alkalmazását, és ugyanakkor kiemelten figyel arra, hogy az intenzív gazdálkodás mellett az öko és bio gazdálkodás szempontjából is az igényeket minden tekintetben kielégítsük. Magyarország óriási eséllyel száll be a nyugat-európai és a világversenybe a magas minőségű élelmiszer alapanyagok előállításával és ennek feldolgozásával. A magyar termékek magas minőséget képviselnek, és ezt kell tudnunk egy jó marketinggel az európai és a nemzetközi piacokon értékesíteni.